Sziasztok, a mai videó ismét egy sminkelős videó lesz. Van pár újdonságom, ami mini kiszerelésben van meg, ezért vegyítettem kétfajta videót, amit látni szoktam itt YouTube-on. Az egyik ugye az az újdonságokkal tesztelős, a másik pedig a csak mini termékekkel sminkelés. Úgyhogy ebből a kettőből alakult ki a mai videó témája, a csak mini újdonságokkal sminkelek. Most egy kicsit megváltoztattam a kamerának a pozícióját, szerintem így fényügyileg jobb, háttérügyileg viszont egy picit rosszabb, de kísérletezgetem, és lassan elmennek a vendégeink a dolgozó szobából, és akkor már itt tényleg be tudom olyanra rendezni, amilyenre szeretném. Nem lesz itt egy matrac a föld közepén, ami gátol abban, hogy rendezkedjek. Na, de nézzük akkor a mai sminket. Elég natur lesz egyébként, mert hogy... hát megmutatom előre. Ezt az icipici cuki mini Natasha Denona palettát fogom használni a szemeimhez, többek között. És hát ez egy ilyen meleg, natur barna árnyalatokból álló kis paletta. Tökéletes utazáshoz számomra. Nagyon-nagyon szeretem. Nem lesz egy extrém smink, csak előre szólni akartam. Nos, tehát az első termék az természetesen a primer, illetve az arcápolásom ma már meg vagyok reggel, úgyhogy a primer következik, amihez ezt a nagyon cuki MAC Studio Radiance Moisturizing Illuminating Silky Primer terméket fogom használni. Ez egy ragyogást kölcsönző primer. Szerintem még soha nem használtam ezt a fajta termékét a márkának. Nagyon krémes állaga van, már-már olyan, mintha tényleg egy hidratáló krém lenne. Nincsenek benne csillámok, amit preferálok. Nem szeretem, ha az ilyen ragyogást fokozó primerek vagy termékek csillámmal érik el azt, hogy a ragyogást fokozzák, hanem tényleg egy nagyon kis természetes, ugyan ezáltal kicsit minimálisabb fényt ad az arcnak. Van egy minimális illata, de egészen finom, kellemes, nem irritáló egyáltalán. Ragacsosnak nem mondanám. Ez volt akkor a primer, nézzük az alapozót, ami szintén egy ilyen, hát nyilván nagyon-nagyon kis mini cuki termékem van. Ez a Dior Forever 24 órás alapozó, 20-as SPF is van benne, és ez a 2N árnyalat, ami mindjárt kiderül, hogy nekem hogy fog passzolni. Ez egyébként valamelyik rendelésem mellé volt ajándék, úgyhogy nem tudtam árnyalatot választani, de talán nem lesz annyira vészes. Egyetlen egy Dior smink terméket próbáltam eddig. A bátyámtól kaptam még nagyon-nagyon rég annó egy Dior szempilla spirált ajándékba, és hát nem fogok hazudni, tetszett, de nem veszem azért majd újra. De kíváncsi vagyok, hogy most ez hogy fog szuperálni. Ugye én az alapozó termékeket szeretem nagyon próbálgatni, úgyhogy azért örülök, hogy egy ilyen luxus márkáét is kipróbálhatom. Szerintem szivacsal fogom eldolgozni, mert mindig minden alapterméket szivacsal szoktam. Az árnyalat egyébként annyira nem vészes, egy icipicit sötétebb, de egyáltalán nem vész. Elég jó, lágy, folyós állaga van, nagyon tetszik, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen mutat a bőrömön. Olyan, mint egy színezett hidratáló termék, ahogy látjátok, a fedése az nem teljes, tehát átüt itt-ott a bőrhibám, viszont egy nagyon szép egységes bőrképet adott, egyenlítette abszolút a bőrtónusomat. Elvileg ugye 24 órán át tart, no transfer, nagyon tetszik, de azt is meg kell azért említenem, hogy mondjuk olcsó bár kategóriában a Rare Beauty-nak a színezett hidratáló terméke, illetve még akár a Fenty Beauty-nak is ugyanezen terméke is nagyon-nagyon jó minőségű, és hát jóval olcsóbban hozzájuk lehet jutni, de tény is való, hogy nagyon-nagyon szép, egy icipicit a szárazabb részeivel az arcomnak beült, de ott, ha még egyszer átmegyek rajta a blenderrel, és még jobban dolgozok rajta, akkor az is teljesen eltűnik. És nem tudom, hogy így kamerán keresztül mennyire jön át, hogy mennyire természetes, de így élőben abszolút nem látszik, hogy bármi lenne a bőrömön. Na de akkor menjünk tovább a korrektorra, amit azért most így a bőrhibáimra rá fogok vinni, és meglátjátok majd, hogy mennyire szuper kis korrektor. Mert hogy én ezt már próbáltam, ez az Hourglass Vanish korrektor, ilyen mini kiszerelésben, cotton árnyalat. Nagyon-nagyon szeretem ezt a korrektort, mind a szemek alá, mind a bőrhibákra nekem szuperul működik. Nagyon jó állaga van, könnyen és jól eldolgozható, és elég erős fedése van ahhoz képest, hogy mennyire kis könnyed állagú. Úgyhogy ezt azokon a napokon szoktam egyébként használni, amikor nem mondjuk a Kosas hidratáló alapozót viszem fel, aminek egy picit erősebb fedése van, hanem mondjuk a Rare Beauty színezett hidratálót, aminek kevesebb. Nem tudom egyelőre, hogy újra fogom-e venni, mert azért elég borsos ára van, de lehet, hogy ha elfogy, akkor az életem során
során azért még újra a kollekcióm része lesz. És akkor jöjjön a púder, ami nem újdonság, és ti is láthattátok már korábban. Egyébként egész sok mini púderem van, de mindegyiknek a nagy kiszerelését láttátok már videóban, és ez van felbontva, úgyhogy ezt fogom most használni. Ez a One Size-nak a porpúdere. Nem rossz púder, de így annyira nem jött be, sokkal jobban szeretem a Fenty Beauty-nak és a Too Faced-nek a Born This Way porpúderét. Ez is működik, viszont nekem azoknak sokkal szebb a végeredménye. Hát ezt elhasználom, de nagy kiszerelésben nem fogom megvenni. De a csomagolás egyébként nagyon-nagyon cuki és nagyon mini. Bronzosítónak a Tarte Shape Tape korrektorát fogom használni, szintén mini kiszerelésben. Ez a Medium 10 Neutral 38N árnyalat. Most lehet, hogy egy picit sötét lesz nekem, nem tudom, de annak idején nagyon kerestem krém kontúrt az én bőrszínemhez. Egyszerűen egyik márkánál se találtam olyat, ami tetszene, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mivel tudom, hogy ez a korrektor jó, szeretem, megveszek belőle egy sötétebb árnyalatot, és akkor azt fogom használni kontúrként. Igen, igen, picit talán nehezen eldolgozható így kontúrként, jobb korrektorként használni, megmondom őszintén, de egyébként működik, viszont nagyon szeretném kipróbálni a Rare Beauty-nak a krémes bronzerét, úgyhogy azt lehet, hogy valamikor a közeljövőben, amikor lesznek akciók a Sephora-ban, akkor meg fogom vásárolni, de addig is itt van ez. Inkább ezt is blenderrel megpróbálom most eldolgozni, mert mondom, ezért ez egy kicsit nehezebben eldolgozható, vagy legalábbis az én barnító nélküli bőrömhez egy picikét sötét ez az árnyalat, úgyhogy több munkát igényel, és hát a nedves szivacs az jobban segít. Szóval látjátok, amúgy működik, csak egy picit talán több ideig tart eldolgozni, mint egy külön erre kialakított terméket. De abszolút tudom egyébként javasolni, hogyha van egy ilyen lágyabb, könnyedebb állagú korrektor, amit szerettek, akkor abban nyugodtan vegyetek meg egy sötétebb árnyalatot is, használjátok krémes kontúrként. Még egy dupla réteg fedést is biztosít, ugye? A pirosítót szerintem láthattátok már videóban, ez a Rare Beauty krémes pirosítója Bliss árnyalatban, és ilyen nagyon aranyos kis kiszerelésben. Nagyon szeretem ezt a pirosítót, nagyon kis visszafogott árnyalat. Van amúgy egy külön ecsetem, amit most vásároltam itt nem olyan régen, a Vegasban nyert pénzemből. Ez a Rare Beauty-nak a krémes pirosítókra kifejlesztett ecsete, és ezt most használom először. Egyszerűen kell még belőle, mindegyiknél azt szokták mondani, hogy jaj, nagyon-nagyon óvatosan keveset vigyen fel az ember, de ez a Bliss árnyalat annyira kis világos és visszafogott, hogy ebből azért lehet felvinni. Hát nem tudom, mit gondoltok? Én itt élőben még mindig nem annyira látom az árnyalatát. Megpróbálom újjal eldolgozni, úgy szoktam. Lehet, hogy nem eléggé erős árnyalatú az a termék az ecsetes eldolgozáshoz, mert igen, így újjal határozottan jobb. Úgyhogy pont ehhez az árnyalathoz, bár a többit nem próbáltam, de pont ehhez az árnyalathoz az ecsetet nem ajánlom. Highlighternek az egyik kedvenc highlighteremet fogom használni, a Fenty Beauty kilowatt highlighteré közül a Hustle Baby árnyalatot. Így néz ki, már el is értem az alját. Ezt a szint nyáron szeretem nagyon-nagyon használni, mert egy picit a világos bőrömhöz sötét, picit meglátszik maga a szín, de egyébként brutális ez a highlighter. Imádom. Ezek a kilowatt highlighterek, illetve a Rare Beauty porállagú highlighterei a kedvenceim, és ez megvan nagy kiszerelésben is. Ja, a pirosítóról nem mondtam. Ezt az árnyalatot nem biztos, hogy meg fogom venni nagy kiszerelésbe, sőt nem biztos, hogy bármelyik árnyalatát a terméknek meg fogom venni nagy kiszerelésbe. Persze soha nem mondta, hogy soha, meglátjuk. Azért érdekelnek valamennyire, mert a Rare Beauty nagy kedvencem. Kb. Az összes terméküket, amit eddig próbáltam, nagyon-nagyon megszeret. Kivéve mondjuk a szempillaspirált, de azt is azért, mert szempillaspirálból szerintem fölösleges drága árkategóriájút venni. Meglátjuk, ezzel még nem tudom, hogy mi legyen. Egyelőre elhasználom ezt a kis mini változatot, aztán majd kiderül, de ha veszek is nagyot, szerintem nem ezt az árnyalatot. Gyorsan megcsinálom a szemöldökeimet, ahhoz nincsenek mini termékeim, és akkor utána folytatjuk a többi minivel. És akkor most, hogy ezzel megvegyünk, hát ez a nagyon cuki Natasha Denona mini paletta, ez egyébként a Biba palettának a baby változata. Az ilyen baby palettákat egyébként ilyen Sephora kedvences szettekbe lehet kapni, csak ha jól tudom, vagy ilyen külön limitált kiadásokba. Egyébként Cult Beauty-n is ki lehet fogni talán ilyesmit, nem tudom, figyeljétek, hogyha gondoljátok. Mind a három árnyalatból felviszek, nem lesz ez ma egy nagy smink, úgyhogy szerintem nem is igényel magyarázatot.
elég, ha nézitek. Natasha Denona palettám egyébként van nagy kiszerelésben 2 darab, illetve az egyik kifejezetten szemfesték paletta, a másikban 2 arcra való termék is van, és egyébként én nagyon szeretem őket, de ha csak nem jön ki a márka valami olyan palettával, ami számomra szerelem első látásra, akkor nem fogok többet tőlük vásárolni, mert azért egy elég drága márkáról van szó, és ugyan tényleg jó minőség, de korán sem annyival, mint amennyivel többbe kerül, mint egy másik jó minőségű paletta. Sokszor vannak akciók, mondjuk a Cult Beauty oldalán is, vagy a francia Sephora oldalán, ott lehet, hogy még jobb akciók vannak. Érdemes figyelni, ha az ember szeretne, szóval nem azt mondom, hogy ha gondolkoztál már azon, hogy veszel egy Natasha Denonát, akkor semmiképpen ne tedd, csak hogyha mondjuk nem gondolkoztál eddig rajta, akkor ha ez kimarad az életedből, nem lesz semmi probléma. Én, amit különösen szeretek egyébként bennük, az, hogy nagyon jól eldolgozhatók a színek, könnyű velük dolgozni. Én is egyébként mindkét Natasha Denona palettámat, a nagyokat leárazáson vettem. És akkor az utolsó fényes árnyalatot az pedig újjal fogom felvinni, mert úgy a legjobb ezt is, mint minden fényes szemfestéket. Mondom, ennek a lényege az, hogy nagyon-nagyon könnyen és egyszerűen eldolgozhatók, elsatírozhatók az árnyalatok, nagyon puha krémesek, a mattok is, és emiatt talán az embernek a szemsmink folyamatát egy picit meggyorsítja. Úgyhogy én ezért szeretem különösen, de akkor menjünk tovább. Ó, ezt elfelejtettem használni. Egy Laura Mercier, mi ez? Caviar stick? Igen, strapless árnyalatban. Ez egy ilyen krémes, ceruza jellegű szemfesték. Hát ezt most elfelejtettem használni, úgyhogy majd legközelebb. Jöjjön a fixáló spré, amihez egy Ilia terméket fogok használni, ez a Blue Light Mist, és ezt még nem próbáltam, úgyhogy nem tudok róla egyelőre véleményt mondani, nem tudom, hogy meg fogom-e venni a nagy kiszerelését vagy sem. Az Iliának a korrektorát próbáltam, a szérum korrektorát, és az nekem abszolút nem jött be. Úgyhogy remélem, hogy ezt szeretni fogom. Nagyon büdös, és nem jó a fújókája se, nagyon koncentráltan egy helyre fúj. Meglátjuk, hogy mit tud, de egyelőre egy első benyomásként azt mondom, hogy biztos, hogy nem fogom megvenni belőle a nagyot. Romlott alga szaga van, vagy nem tudom. Egyáltalán nem kellemes, gyorsan száradjon meg. Ez nem volt valami jó, úgyhogy menjünk is tovább a szempillaspirálra, amihez a Bite Beauty mini szempillaspiráját fogom használni, ez az Upswing. Az az igazság, hogy Bite Beauty már nincs, megszűnt. Pedig szerintem én ezt a mintát már azután kaptam, hogy a márka megszűnt, vagy legalábbis mindenképp már be volt jelentve. Ilyen téren tök mindegy, hogy mit fogok mondani erről a szempillaspiráról. Hát ha már itt van, kipróbálom azért. Nem büdös vagy ilyesmi, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez egy lejárt termék. Hát, úgyis tudjátok, hogy mit fogok mondani ezzel kapcsolatban. Teljesen fölösleges, drága szempiraspirált vásárolni szerintem. A drogériákban annyira jó spirálok vannak. Mondjuk nem tudom, hogy most otthon mennyibe kerül egy drogériás szempiraspirál, mondjuk egy Essence/Princess. Annál többet fölösleges, nem éri meg egy szempiraspirálra költeni. És ez amúgy nem is jó. Legalábbis valahogy a sörtéi nagyon szúrják a szememet. Nem ajánlom. Persze tök mindegy, mert nem létezik a márka. És a legutolsó cukiság az a Rare Beauty-nak a Thankful árnyalatú Dewy Lip Balm, tehát fényes ajakápoló terméke, és ez egy ilyen nagyon szép barna natur árnyalat. Ebből is van nekem egy nagyobb kiszerelés, csak más színben. Vegyesek az érzéseim, egyáltalán nem rossz, szóval nem arról van szó, csak valahogy annyiszor nem nyúlok érte. Se ehhez, se a másikhoz, ami nagyba van meg, ami egy picit ilyen erőteljesebb, nyáriasabb, korallosabb szín. Az állaga nekem így nem annyira tetszik, pedig lágy, meg kellemes, könnyű felvinni, csak nagyon csúszkál az ajkakon. Úgyhogy nem ez a kedvenc ajaktermékem a márkától, de nem is egy rossz dolog, viszont biztos, hogy nem fogok belőle többet vásárolni nagy kiszerelésben. Örülök neki, ha azt az egy nagyot elhasználom. Ezt a minit ugye azért könnyebb, bár végig is elég sok van. Én inkább ajánlom a rúzsait a márkának, mint az ilyen ajakápolós termékeit. Na de akkor kész is vagyunk a sminkkel, és stílusosan a mini Tangle teaseremet hoztam ide, hogy
azzal fésülködjek itt meg. És hát akkor ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, élveztétek, és tudtam segíteni esetleg, ha valamelyik termék választása előtt álltatok. Írjátok meg odalent, hogy nektek mi a véleményetek ezen termékekről, szeretitek-e őket, vagy sem, illetve hogy szoktatok-e mini termékeket vásárolni, vagy sem, szerintetek fölösleges-e, vagy mindig azt vásároltok először, mielőtt valami drágább termék nagy verzióját vennétek meg. Én, ha tudok, akkor mindig előbb minit veszek. Meg hát amúgy is annyira kis cuki a kiszerelésük, és például az ilyenek, mint ez az Ilia fixáló spray, utána akár újra is hasznosítható, nem minden terméknek, de ennek letekerhető a kis fújókája. Ha elfogy, akkor lehet bele másikat tölteni, amit tök jó utazáshoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és a legközelebbiben találkozunk, addig is nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban... Már felvettem az intrót. Akkor semmi.